Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakál Metal autóalkatrész. A mai nap 3 óra 30 perckor kezdődött legalábbis nekem, mert hogy a Toyota meghívott minket egy sajtóútra, hogy ki kéne próbálni a GR Yaris-t, ezúttal nem jégen, hanem versenypályán, mindezt Lyon mellett. Na most nyilván erről az autóról már volt videó, mindent tudtok róla, a nagy csatornán Oliver Yaris-a, amiről szintén mindent tudtok, de hát ez azért egy olyan dolog, amit az ember nem szívesen hagy ki, hiszen lehet belőle érdekes tartalmat gyártani. Az úti terve az volt, hogy reggel 6:20-kor indulunk Ferihegyről, átrepülünk a Sárdgorra, és így jött a Gixxer, ugyanis... Igen, reggel, vagyis már igazából a többiek, akik fönt voltak, még akkor már este kapták az e-mailt, hogy törölték a lyoni járatunkat Párizsba. A reggelit. Úgyhogy 8 órája várunk Párizsban a reptéren, hogy tovább mehessünk. A többiek amúgy nem sokára indulnak, nekünk még egy órát kell várnunk. De a lényeg, hogy elméletileg most már egy órán belül tényleg felszállunk, tényleg elmegyünk Lyonba, és holnap tényleg vezetni fogjuk a GR Yaris-t. Emlékeztek arra a Tom Hanks filmre, ahol majdnem összejött Catherine Zeta-Jones-szal, és ezért mindenki nagyon irigy volt rá? Na, az a Terminál, ami ugye arról szól, hogy Tom Hanks ott ragad a reptéren. Ezt egy valós eset inspirálta, Mehran Karim Nasserinek hívták az állampolgárt, aki Iránból menekült el 77-ben, pár évig így tikitakizott mindenféle országok között, és menekült jogot kapott Belgiumban. Ám ezt önszántából elhagyta, és mivel önszántából elhagyta Belgiumot, ezért megszűnt automatikusan a menekült státusza, viszont nem voltak iratai, hát saját állítása szerint elveszítette őket, amikor elhagyta Belgiumból, így leszállt itt a Sárdagólon, és nem tudott kimenni. Nem tudta igazolni magát, nem tudott mit csinálni, és emberünk 18 évig élt a Sárdagólon, mert hogy nem tudott kimenni. Próbáltak vele csinálni mindent, de hát ugye az ország, ahonnan elmenekült, az hallani se akart róla, iratai nem voltak, úgyhogy itt ragadt. Némi zseppénzt keresett abból, hogy turistákkal fotózkodott, a mosdókban fürdött, amúgy meg jó viszonyt ápolta éttermekkel és egyebekkel, ahonnan még valami étel meg ruha is összejött neki. Még nem, aztán 2006-ban szívrohamot kapott, és kiszállították Párizsba, ahol sikerült végre rendezni az ő ügyét, és letelepedhetett, ám 2022-ben nem sokkal a halála előtt visszatért a reptérre, és szívrohamban elhunyt, itt fejezte be az életét. És hogyha már az ember ilyen sok időt tölt egy reptéren, akkor idővel úgyis elkezd utána olvasni a témának, mert tényleg barom érdekes, ahogy ez felépül. 70 millió ember fordul meg itt egy év alatt, és ez a 70 millió, ez nagyon durva számnak tűnhet, de még ezzel is csak a 10. legforgalmasabb reptér a világon. Napi több mint 1500 repülő megy át, és a területe is több mint 13 négyzetkilométer. Tényleg leszállt a repülő, és utána még 20-25 percet csak a taxin töltöttünk, tehát a gurulón, hogy megtaláljuk azt a parkolót, ahol fogadni tudtak minket, mert bemondta a pilóta, hogy egyelőre nincs szabad parkolója a repülőnek, akkora itt a pörgés. Az Air France nagyvonalú, kaptunk egy 15 eurós vouchert erre a 8 órára, amiből tudtam venni egy vizet. Túléljük a reptéren. Tudtam venni egy vizet, meg egy szuvenír Eiffel-tornyos havazót a kisfiamnak. De mire költöd ezt a pénzt? Meg se állsz havaig? Ó, hallod? El sem tudom költeni. Szóval igen, itt tartunk most. De állítólag, mivel több mint 1500 km-ről van szó, és több mint 3 órát késett a gép, ezért kinézhettek ők akár egy 250 eurós kártérítés is, vagyis lesz pályagumi a Mazdán. Igen, és ha ti is szeretnétek egy kicsit jobb szuvenírt, már kapható a Murudi póló. Ami a te Rudi, a holdal, tehát Murudi. Igen, feketében is, fehérben is. Fehérben az igazi. Tittelik. Ugye? Fehérben néz ki jobb. Fehérben, igen. Fehérben. Igen. Meg én azért hoztam a fehéret, mert gondoltam, hogy meleg lesz, és hogy ne a feketében kelljen lennem. Én nem fázom. Nem lett. Franciaországnak azért egy motorsport alátított régiában vagyunk, ez itt a Laké, Circuit de Laké, a Laké versenypálya, remélem jól mondom ki, és nem messze innen Gapban született Sébastien Ogier, rally félisten, és hát nyilván ő is könnyékig benne volt a fejlesztésében a GR Yaris-nak, meg hát aztán a győzelmek emlékére kapott is egy külön kiadást, ugye van egy Ogier-nek, és van egy Rovanperának, ezeket is kipróbálhatjuk ma a nap folyamán. A versenypályának egy ilyen egyszerűsített változatát kaptuk meg, némi kibolyázással, hogy maradjon valami az autókból a nap végére.
és először az instruktorral mehetünk, aztán majd magunk is. Hoppá! Hogy tiltatta? Mint egy rendes mondát. Ja, várj, ez egy másik rendezvény. Szép nagy a pálya, ki lehet ereszteni rendesen az autót. Viszont nem nagyon nagyok a bukóterek, tehát érdemes nem nagyon hülyének lenni. Kíváncsi leszek. Most itt versenypályázunk pár kört, aztán pedig megyünk fel a tradicionális Monte Carlo rally szakaszokra. Mutatták a térképet, hogy hogy néz ki az út, így. És ez nem a kátyuk? Nem a kátyuk, nem. Nem. Ez amikor az orvos felírja neked, hogy paracetamol tudod, próbálod elolvasni. Na, úgy néz ki az út. Amikor az orvos aláírja, és hogy mennyit vegyél be belőle. Igen. Ez itt a Box utca, innen fogunk elindulni. Ezt a kanyart már majd nagyon egyszeresen veszem be, szerintem itt már kicsit lent leszek a kavicságyba, és utána érintő irányba, így a 220-as csatlakozó felé fogom elhagyni az autó rendezvényt. Ám ha mégsem, akkor itt a pályának a hátsó komplexebb részén garantáltan lesz valami probléma. Raktak azért be bójákat, hogy ne menjünk olyan lehetetlen tempóval, de hát a szokásosra számítok. Gyenge kezdés után jelentős visszaesés, aztán pedig az előnyből is hátrányt kovácsolunk. Jó lesz! Hogyha az ember először megy az autóval versenypályán, nagyon sokat segít a blip shift. Vagyis, hogy visszaváltásnál ad egy gázfröccsöt. Az autó, de érezni, hogy alapvetően azért tényleg arra van behangolva, hogy hülye biztos legyen. Azt érezni, hogy ez az autó ebben a formában az utcaemberének szól. És ahhoz, hogy ez éles legyen, ahhoz bizony alakítani kell rajta. Viszont ugye ez egy ősi filozófiai kérdés, hogy értékeljük az autót az alapján, ami, vagy értékeljük az alapján, ami lehetne. Mert utcán ez egy pengéjéles utc. A versenypályán pont azt mutatja meg, hogy mit kéne rajta még megcsinálni ahhoz, hogy jobb legyen. Nagyon régen vezettem az első szériás Jerry Yaris-t a kakucsringen, a nyomorúságos téli gumikon. Arra emlékszem, hogy gyors volt, nem volt különösebben élvezetes. Ez az autó most valószínűleg amúgy gyorsabb lett, lényegesen gyorsabb, de ugyanúgy azt érzem, hogy ez az utcaemberének szól, ami hát tekintve, hogy egy utcai autóról beszélünk, azért nem is akkora probléma. Kéne neki egy kicsit több hátrahajtás. Az is mindenképpen szimpatikus, hogy tényleg jobban kilátni az autóból. Nagyon kis számokról van szó, tehát 25 mm-rel lejjebb került az ülés, 2 cm-vel följebb került a visszapillantó tükör, lejjebb került a műszerfal legmagasabb pontja, ugye eltűnt innen a tablet és bekerült a Toyota Dyna műszerfalba. Emiatt aztán lényegesen komfortosabb használni az autót, és nem utcai értelemben, nyilvánvalóan valószínűleg úgy is, hanem versenypályás értelemben, tehát hogy az ember fel tudja mérni a rázóköveket, a tereptárgyakat, meg úgy általában, hogy hol van az autó az úton. Ez itt az előző szériás, tehát a ráncfelvarrás előtti GR Yaris-nak a hátrahajtó tengelye, és mint látjátok, olyan, mint én leszek 78 évesen fogatlan. Mert hogy ezt a Super Taikyu bajnokságban hajtották, ez az ő hosszú távú versenysorozatuk, és sikerült túlmelegíteni, amitől hát lefogazott, nincs mit szépíteni. Viszont ezek mind olyan tapasztalatok, amiket beleépítettek az új modellbe, mert hogy erre érkeztek kritikák, tehát foglalkoztak vele. Nagyon hasonló a helyzet a motor belsőnél is, ez a dugattyú itt látszik, hogy szépen össze lett kócolva a szelepek által, és az is látszik, hogy ez a csapágy, ez a hajtórúd csapágy, ez konkrétan elfolyt. Ide szépen ki van kenve a hajtórúdnak a szélére. Amúgy látszik, hogy ez már gyári állapotában is egy meglehetősen bika. A hajtórúd, ez szintén versenypályán jött össze, kenési jellegtelenségből, és akkor még vannak ilyen egészen amorf művészeti alkotások is. Ez úgy kapott.
de ő például egyszer egy dugattyú volt valamikor, látszik, hogy milyen lapos. És ugye ez itt egy integrált légbeömlő, érkezett a helyére, egy cserélhető, hogyha esetleg hobbi autóversenyzésre adod a fejed, akkor gyorsan tud cserélni, hogyha baj van. Büszkén vállalják azt, hogy a Toyota akkori vállalat vezetője, Akio Toyoda, aki a versenypályákon Morizo néven fut, lelkes autóversenyző, ő néha beül 24 órás futamokon, beül rallipályákon, mert nem csak beszél róla, hanem meg is éli, és ettől válik olyan hitelessé ez az egész. Mert sok gyártó szokott arról beszélni, hogy honnan merítenek inspirációt, de kevés olyan gyártó van, ahol az elnök vezérigazgató, a CEO fogja magát, és beül az autóba, és keményen hajtja versenykörülmények között. Ettől lesz az egész olyan valódi. Ez ugye nagyon sokszor mondjátok nekünk kommentekben, amikor GR Jaliszos téma van, hogy hát ez a motor, ez semmit nem fog kibírni. Na most nézzétek meg ezt a váltóharangot, hogy ezt egy milyen motorra csavarozzák rá. Mert nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ez nem egy háromhengeres Jalisz motor feltuningolva, ez egy teljesen önálló, az utolsó csavarig egyedi versenytechnika. És hogyha már ilyen szépen kinyitották, akkor látszik az első tengelyen a hagyományos csigás torzárendszerű differenciálmű. Ez utcai felhasználásnál nagyon hasznos, de hogyha valaki komolyan gondolja a GR Jaliszozást, akkor azért a hátsó tengelyen leszokta cserélni egy, másfél, két utas lamellás perdifire, például Oliver, mert azzal azért lényegesen komolyabb nyomatékot lehet átadni a hátsó tengelyen, kevésbé hajlamos az ortolásra, jobban befordít az autó. Jelentkezik a konyhás néni. Ez amúgy egy félidős facelift, nyilván az ehhez mert optikai változásokkal, de belenyúltak a technikába is, talán egy kicsit komolyabban, mint ahogy ilyenkor szoktak. 260-ról fölmentünk 280 óra és 340-ről 390 Nm-re nyomatékban, és ugye érkeztek visszajelzések arról, hogy ha az autót sokat ütlegelik limiterbe versenypályán, akkor hajlamosak belebegni a szelepek, ezért tettek be keményebb szeleprugókat. Viszont több levegőt adnak a motornak, jobban meg kell letetni, ezért csináltak bele nagyobb benyitású vezérbütengelyeket, hegyesebbek. Szóval azért voltak komoly hardware-es változtatások, belenyúltak a hűtésbe. Most már van intercooler spritznink, meg lehet locsolni vízzel, de itt a szív oldalon is látni változásokat, megnagyobbították azt a bevezető taktust. Egy kicsit talán nagyobb maga a szívódoboz is, amiben a légszűrő van, és ilyen apróságok. Aztán variáltak a hajtással is. Ez az autó valamivel már többet hajt hátra, kevésbé semleges, mint az elődje, de nyilván ebből aszfalton annyit érzékelni, hogy bármilyen tempóval kitép a kanyarból, igazából csúszós felületen jön neki igazán az előnyei, de ott nagyon. És kapott egy automataváltót is, egy 8 sebességes, hagyományos, hidrodinamikus automataváltót, 20 mm-rel lejjebb vannak az ülések, tehát végre nem ér bele a fejünk, aztán egy kicsit lejjebb vették a műszerfal tetejét, úgy, ahogy lejjebb vették, feljebb került a szenzorsziget, és ilyen 25 mm-ekről, 10 mm-ekről van szó, de rengeteget számít. Az ülés viszont ugyanúgy nem tart semmit, felteszem, ez pont ugyanaz a váz és ugyanaz a tömés, mint az előbb modellben. Megmelegedtek a gumik, most már nincs húzkálás. Előbb volt. Azt tudni kell, hogy ez egy hagyományos, hidrodinamikus, bolygóműves automata, tehát nem dupla kuplungos. De igazából ma már ez tulajdonképpen mindegy. Jaj, de szépen befügíti a hátulját. Szóval az van, hogyha az ember jól akar menni versenypályán, ráadásul egy ilyen szintkülönbségekkel és szűk kanyarokkal rendesen megszort versenypályán, akkor azért egy kicsit meg kell tanulnia a kéziváltóval a fokozatokat. Ebben az automataváltó tök nagy segítségére van, hiszen például féktávon nem kell olyanokkal foglalkozni, hogy gázfröccs és ilyenek, főleg, hogyha az ember kikapcsolja a blippet, tehát a visszaváltásra adott automata gázfröccsöt, és ilyenkor egy automataváltós autóval könnyebb elsőre jót menni. Viszont ez az automataváltó, én elhiszem, hogy bírja, gyors, de nem feltétlen az az automataváltó, amit egy ilyen autóba szeretnék, mert továbbra sem érzem úgy, hogy egy ilyen autóba feltétlen automataváltót szeretnék. Nem rossz, de egyszerűen többet ad. Hogyha elkezded megtanulni
hogy mikor vált el, hogy mikor tal enged visszaváltani, a szűkebb fokozat kiosztás miatt gyorsabb tudsz vele lenni, mint a sima kézi váltóval. Ez nagyjából biztos. Egy automata, egy autóversenyző meg aztán tényleg pláne bármit megcsinál vele, kikerüli vele a kéziváltós autót, mint a pocsaját. De ezt az autót alapvetően az utca embere, meg én is, meg bárki alapvetően inkább szórakozni veszi. És azt gondolom, hogy ahhoz viszont a hangulat kell, amit az automata váltó jobban megcsinál. Mármint, hogy nyilván, ha megvannak ezek a pályázós ambíciók, akkor persze előbb-utóbb kialakulhat az igény arra, hogy lefaragni minden jobban a köridőket. De ha tényleg a hangulatra mész rá, hogy az autó örömet szerezzen, akkor egy átlag embernek még mindig inkább a kéziváltó fogja megadni azt, amit keres. Ettől még persze tényleg tök jó, hogy megcsinálták, egy tök érdekes gimmick, hogy itt van ez a jó összkerék, ez a frenetikus motor, egyéb, és most már kérheted automata váltóval is, tehát most lett fullos a csomag. Éppen csak nem biztos, hogy akarom, hogy fullos legyen az a csomag. De majd a vevők döntenek. Pont most olvastam egy cikket arról, hogy a fiatalok és a rajongók tartják életben a kéziváltót. Ugye a Porsche is, meg a BMW is hányszor megpróbálta már kivezetni. Vannak mellette érvek is nyilván gyártás technológiai oldalról, de úgy látszik, hogy az örömautózáshoz egyszerűen még kell. Amikor a hitelességről beszélnek, hogy valaki a munkahelyén hiteles, az valahol itt kezdődik. Figyeljetek! Hungsan, yes. Please, could you show us your car that you show me on your phone? Yes. You should be proud of it. Yeah. And my show car, us eh? Your car. You know? Toyota Chaser. Chaser. With a 1JZ engine, 500 horsepower. Yes. And you are a semi-pro or a professional drifter? Oh, no, just amateur. Yeah. Amateur. Just know my hobby. Show me your entry speed, because mm-hmm. Oh, yes. An amateur entry speed in Japan is something else that we've seen. Uh-huh. Yes. How old are you, please? Yeah. This is a Fuji Speedway. Eh? Fuji Speedway? Yes. Could you drift on Fuji Speedway? This is not an international track, but they have some other little bit short course. Yes. And could you tell us how old are you? You mean the... how old? 34. 34. It's nice. Mm-hmm. It's nice. And you have a nice drift car, and you're working on the GR Yaris. Yes, and we have so many guys drifting in Japan. Yes, and some guys work for Toyota, and some guys work for Mitsubishi. Yeah, so but on the track, they are all friends. Oh yes, yes. And do you have any support from Toyota to do this nice hobby? No, just hobby. Just hobby. Just hobby. Yes. And what was your job on? My job is engineer. Yes. I know, but which part of the car? So mainly my responsibility is for interiors. The look of or the ergonomics? Oh, both. Yes. So new generation has the new and packaging. Yeah, with the full know. Respect, may I ask that what was the idea behind that dashboard? Because when I saw it first time, I was thinking about the 1986 Toyota Dyna truck. Oh, yes. Or some bits of the legendary 86. Mm-hmm. But what was the base idea behind that? Yes, so robust. Mm-hmm. Let's say robust. Yes. So at the beginning of the development, we have the comment from Morizo-san and Saito-san, our chief engineer and the brand holder, and he said the learning from the motorsports is very important. So we didn't develop as the just the styling, no styling, and start from the talking with the drivers, pro drivers, and they said the ergonomics is very, very important. So that's why we have the different types of the interior than other car. So it's function, yes, over function. Form, always. Yes, yes. And also, actually, we discuss and we study for the 80 Supra, you know, that has an ergonomic cockpit. It's still great. Oh, yes, yes. And we discussed with the engineer who involved those projects, and he also said the visibility in the ultimate condition.
Ez a Color of Emperor Edition, ugye ez annak emlékére készült, annak örömére, hogy 2022-ben és 2023-ban Color of Emperor Rally világbajnok lett ezzel az autóval. Egy zseni a srác, majdnem sikerült egyszer beülnöm mellé egy rendezvényen, aztán mégsem, nem ez a lényeg. Az autónak erősen áthangolták a hajtását, a diffikkel játszottak, valamint nyilván a középső kuplukcsomag megvezérlésével, mert hogy ezzel, hogyha az ember belenyúl kézifékkel, akkor lehet egy helyben pörögni. Most nyilván versenypályán ez nem fog megtörténni, de ez egy feltehetően játékosabb autó. 200 darab készül, 100-at kap Európa és 100-at... Ú, mennyivel jobban fordul! 100-at kap Európa, 100-at Japán. Nyilván kitaláltátok, hogy én most egy japán változatban ülök, hiszen bocsánat, ezzel a kezemmel nem szoktam váltani. Jaj! Ó, bekapcsolva felejtettem az elektronikát, hogy fordulhatott ez elő. Jaj, de nehéz berakni háromba. Hát, kicsit sajnálom, hogy nem ezt a beállítást kapják meg az utcai autók. Ez határozottan szórakoztatóbb, és most nem a donut módban vagyunk, tehát nem a helyben pörgős módban, hanem a Kalle módban. Szeretném azt hinni, hogy ez az a beállítás, amit ő is szeretne. És hova is jöhetnénk egy rally autóval, mint egy klasszikus Monte Carlo rally szakaszra. És a klasszikus alatt azt értem, hogy 1987-ig, tehát mondjuk ugye a B csoportnak a csúcsidőszakáig tartották itt ezeken az utakon a Monte Carlo rallynak a special stage-eit. 1122 méteren vagyunk a Granier hágon, az ott a Granier északi harca, ahogy éppen bele murkolózik a felhőkbe. Eszelős látvány, és igazából ahogy jöttünk fel az autóval, ez egy modern, erős, összkerekes autó, de még ezzel is kihívás gyorsan följönni a nagyon szűk utakon. Tehát, hogyha az ember nem figyel, és egy egész picit nagyobb lendületet hagy egy kanyarba, simán átsodródik a szembesávba, mert helyenként több mint 90 fokot törik vissza az út, ilyen nagyjából 15 méter sugáron, ami eléggé megnehezíti a dolgot. Akárhogy is, az első Monte Carlo rallyt még 1911-ben tartották, ugye első Albertnek az volt a célja, amikor ezt meghirdette a Monaco uralkodónak, hogy egyrészt demonstrálja az autóipar fejlődését, másrészt pedig, hogy valamiféle turizmust hozzon ide erre a vidékre. Ugye a hagyományos értelemben a turizmus akkor kezdett kialakulni, és hát nem messze innen a Riviera, volt is érte. A rally történetében az egyik legnagyobb visszásságom ugye 1966-ban történt, ez volt a Monte Carlo fiaskó, amikor is az első négy helyezetet egyszerűen diszkvalifikálták. Ugye ők voltak a minis osztag, Timo Mäkinen, Rauno Altonen, Peli Hopkirk, és a negyedik helyen Roger Clark, valamint még a hatodik helyen befutó női versenyzőt is, és az egyenlőség nevében hangozzol el az ő neve is, aki Rosemary Smith volt ugye a Dames Cup, tehát a hölgy kupában. Ugyanis az történt, hogy nem a szabályoknak megfelelő, teljesen utcai boltban kapható izzókat használták a lámpákba, hanem a komolyabb darabokat, ugye egy rally szakaszon ez elég fontos, és mivel nem ez történt, ezért kicsapták őket a versenyből, és az ötödik helyezett jött fel az első helyre. Na de, mint arról előbb beszéltünk, nagyon-nagyon alkalmas a GR Yaris az itt való közlekedésre, de sajnos most a manuálisból át kell ülnünk egy automata váltósba, és mondtam, hogy nekem nem baj, hogyha automatát kell vezetni, hogyha az a piros, az történetesen a Supra, mert hogy ennek pont elégséges számú a hajtott kereke, 2, mert csodálatos dolog az összkerékhajtás, de mint azt mondtam, én nem vagyok egy Ari Vatanen, úgyhogy jobban tudom magam érezni egy hátsó kerékhajtással, de ez sajnos csak egy kiszolgáló autó, úgyhogy most ülhetünk be egy automata váltós GR Yarisba, és zúzunk tovább. Innen nem messze van amúgy a leghíresebb szakasza a Monte Carlo rallynak, a modern Monte Carlo rallynak, a Col de Turini, a Turini hágó, ami mindössze 31 km,
de még Sebastian Loeb is 21 perc 40 másodperc alatt teszi meg. Ő a leggyorsabb rajta jelenleg, ami azért nagyon sokat elárul a körülményekről. És itt a probléma az, hogy akkor az emelkedése az útnak, hogy amikor megtartják az év elején hagyományosan ezt a korai rallit, a Monte Carlo rallit, akkor simán előfordul, hogy lent száraz, aztán vizes, aztán havas, aztán pedig jeges. Úgyhogy a gumiválasztás, meg a vezetési stílus, meg minden egyéb nagyon-nagyon megkavarodik, hiszen az igazi rally a folyamatosan változó körülmények talán az egyik legnagyobb kihívást nyújtja. Az a pillanat, amikor hiába vagy GR Yaris-szal, azért te is irigy leszel. R. Érted? Nem az, hogy rettenetes, hanem hogy racing. Szénszál, szénszál, mindenhol szénszál, meg ugye nyilván az 1200 kilós aluteknő. És hogyha megnézed, szabelt versenyövek vannak benne, teljes harness. Ez egy nagyon finom gép. Ez egy nagyon finom gép. Nekem tulajdonképpen az egyik kedvenc új autóm, az egyik kedvenc ma kapható autóm. Ahogy jöttünk le a hágóról, belefutottunk egy Lotus és Aston Martin szalomba. Be vannak már zárva, de amikor megkérdeztük hátra a műhelyben, hogy benézhetünk egy pillanatra, azt mondták, hogy persze nyugodtan, nem nagyon aggódnak, mert valószínűleg itt eljárnak erre magyarok, úgyhogy még is lennék. És nekem az egyik szívem csücske az a Lotus, főleg az Elise Series 2. Csodálatos autónak tartom őket, mert ez nagyjából a minimum és a maximum a sportautónak egyszerre. De nézzétek meg ezt a 485-et? Egy kicsit olyan a váltógombja, mint amikor az férfiak nagyon hideg vízben akarnak fürdeni. De nem ez az igazán érdekes, hanem hogy ez egy 485R, tehát erre nagyjából 550 kilóra van egy 2 literes Ford Duratec, 240 lóerővel, 200 Nm-rel, és ez azért már vastagon 3-hoz közel, 3,4%, de nem ez a lényeg, hanem hogy talán a leghiszen jelenti a sportautózásnak, enten hasonlóban félelmetes, talán már egy kicsit túl félelmetes is, tehát így, ahogy az ember nézi, nem érti, hogy ez mennyire kicsi és mennyire közel van a külvilághoz. Ott egy Vanquish, ez az utolsó Pierce Brosnan bombol ismerősű, amit most nem teszem, hogy szív a világ, nem elég a fenek, mint a szögélykörükkel verettek vele, és érdekes, hogy a filmben amúgy egy Land Rover felvázol, mint egy összkerekes autó. Ez a Series 1-es Lotus, tulajdonképpen a tökéletes sportautó, ez pedig itt a Series 3, talán ez a leges legvége. Nézd meg a váltó kulisszáját, elsírod oda. Nézd meg a váltó kulisszát. Nyitott kulisszás. Nyitott kulisszás a váltó. Az. És látod a rudozatot, ahogy kalimpál hátra. Mert tudják, hogy ilyen autót gyermetegvelkű emberek vesznek, akik a szép mechanikákat szeretik. Még például egy klasszikus hangoló órát, ezért kinyitják, hogy lásd. És ezért is van benne G-Astra kapcsoló. Nem, csak így szeretett meg, hogy össze voltam utolódva a GM-mel, tehát azt tették bele, ami van. Ezért ugye az új, az Emira. Vezettem rásport autó, de Lotusnak nekem egy kicsit túlpuha, viszont ez felfoghatatlan. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez valószínűleg egy kubás versenyautó, valamilyen Lotus ligában, de szélvédő nincs, már kizárólag a kocsisakban vezetett, szintén nyitott kulissza, és még annál is jelesebb dolog van benne, egy általában Lotusban. Aztán persze itt van az Exi-Jack, ugye erről azt kell tudni, hogy a középső kapszula, tehát maga a kabin, az utastér, az ugyanaz, mint mondjuk egy Elise-ben. Csak előre is, meg hátra is sokkal jobb, és főleg azért nagyobb hátrafele, mert egy 3,5 literes Toyota V6-val benne kompresszorral. És amikor ezeket úgy hívják, hogy mondjuk 430 R, akkor az azért van meg 430 lóerős. Jó, mondjuk ezek már Lotus léptékkel nehezek. Ezek azt hiszem 1020-1050 kiló körül vannak, tehát képzelj el egy Ford Fiesta-t, közepesen persze egy Ford Fiesta-t 430 lóerővel. Azért azt mondhatjuk, hogy siet. Nézd meg, hogy mindig szép. Már nagyon 15 éves dizájn, és még mindig mennyire mondott. Nyilván, hogyha egy sportautóra lenne pénzem, az valószínűleg Porsche lenne. Ha vehetnék két sportautót, akkor abból egyik valószínűleg a Lotus lenne, mert tényleg lenne lelkiszerű.
nehéz az autóra koncentrálni ezen az úton, mert egyre másra azon gondolkodunk, hogy hogy a francban lehetett itt egy S1 Quattroval, egy Lancia 037-tel, Metro Hater 4-gel, vagy bármelyik ilyen rettenetes B-csoportos pacakkal itt elmenni. Mert ez földön túli. Tényleg olyan kanyarok vannak, ahol még ezt a pici Yariszt is olyan érzés elfűzni, mintha egy bálna mercivel próbálkoznék. De igazából itt derült ki az, hogy mire való ez az autó. Mert versenypályán azért kicsit húztuk a szánkat, hogy csak kéne neki 4 gátló, jó lenne, egy picit többet hajtana hátra, de valójában nem. Tehát amikor kiérünk a való világba olyan útra, ami dobál, és húpanók vannak, és úthibák vannak, akkor az ember megérzi, hogy ez a futó, ami bizony arról lett belőle, hogy a való világba lehessen vele keményen menni. És ezt igazából tudja. Itt így a helyére kerül minden, mert amikor az ember így megy vele ívről ívre, és van esetleg egy kátyú, egy felfoltozás, egy bármi, akkor nem dobja el az autót, hanem ott marad, ahol kéne. És nem tudom, figyeljétek-e, én most nem váltok, ugyanis ez az automata váltós autó, amitől egy kicsit húztam a számat, viszont amikor belenyúlok a füllel, akkor egy picit talán megvan az az érzés, hogy hát én is rally pilóta vagyok. Tudom, nekik szekóváltójuk van, mert ezt is lehetne kézzel lökdösni, de ez nem feltétlen az az út, ahol én szeretném elengedni a kormányt autóvezetés közben. A 8 sebességes automatával nyilván olyan probléma nincs, mint a manuálissal. Olyan egy ilyen hajtőkanyar, nem kell egyesbe visszagyötörni, mert annyira szűk a fokozatok osztás, a sebességünk van, és annyira jól van behangolva, hogy ezt megcsinálja helyettünk, és kettőből megold tulajdonképpen mindent. Pont azt beszélgettük itt az imént Hollanddal, hogy milyen lehetett az, amikor egy navigátor beült ebbe az autóba, és merett bele a füzetbe, és tulajdonképpen a kezébe adta az életét a sofőrnek. És hát tudjuk, hogy ez lett a versenyosztály vége, hogy túl sok volt a halálos baleset, mint pilóta, mint nézői oldalról. Nem tudom elképzelni, de hogy itt a mai napig mennek, tehát amikor megjön egy Ozsijé, egy Tanak, olyan tempó valami felfoghatatlan, de amikor elérjük a 90%-at, akkor már azt érezzük, hogy nyomasztóan közel van az a fal, meg az a szakadék, és ezek a pilóták itt negyedik, ötödik telén 140, 150, 160-akat mennek. Nettó Isten kísértés. Beszántották a B-csoportot, mert túl gyorsak voltak az autók, de megmernék esküdni, hogy egy modern rally autó csak 300 pár lóerővel kikerüli bármelyiket, mert a utómű technika, meg a hajtás technika közben annyit javult. 400 méter. És fordulás. Megjött kollégánk. A következő. Beköszönt. Megjött a tüdőbeteg szexmunkás. Egyrészt egy fantasztikus élmény itt autózni. Másrészt ezt itt életvitelszerűen csinál egy olyan embernek, aki szeret vezetni, hát szerintem egy hét után is nekbe az árokba, főleg egy ilyen autóval. És tudom, hogy ez egy 1280 kilós autó, tehát nem akkora csoda, hogy megáll, de azt ne felejtsük el, hogy ez egy 1280 kilós autó, hogy akkora fék van rajta, mint a HDT-kejenen. Tehát fel sem merül, hogy itt ezeken a szerpentineken akár felfele, akár lefelé elmelegedjenek, és nem tudok vitatkozni Sivával, onnan látod, hogy komoly autóról van szó, hogy van rajta fék. Mert kipufogó végekkel lehet trükközni, kerékmérettel lehet trükközni, mindenféle karosszériákkal lehet trükközni, de a fék azt nem lehet sehogy eltrükközni. Hogyha az autó komoly, akkor azon fék van, már pedig ezen van.